kedves korosztályát szeretnénk akkor folytatni, és megjövőben akkor hozzánk is, hogy elkeleti rész, ugye a 11-12 éves lányok tartoznak ide, akik ugye elkezdenek a feltárás iskolának és felső tagozatára, vagy pedig ugye külképes is tekint folytatják. És ezt a fotót összeszedtem be, mert itt már nagyon szépen látszik a kislányok közötti fejlettségi különbség. Piroskában gyerekeket látjátok, aki véleményem szerint egy retardált kislány volt felnőtt korában. Ez azt jelenti, hogy a magyar átlaghoz képest egy kicsit lemaradottabb volt az ő fejlődése. Mellette pedig ugye a Dani látjátok, aki ugye egy normál fejlettségű kislány korosztályában. Ahogy a relatív életkor, amikor az egy éven belüli időkülönbséget jelöljük meg a gyerekek között, ehhez hozzájön ugye ez a biológiai fejlettségből származó biológiai életkor, és ez az a korosztály, ahol 2-3 év különbség is kialakulhat valójában a gyerekek között, és én azt gondolom, hogy ez óriási. A következő, amiről szeretnék beszélni, hogy az életkorokat, azt majd a tesztben ugye vissza fogom kérdezni tőletek. Tehát eddig beszéltünk ugye a naptári életkorról, a relatív életkorról, az edzés életkorról, illetve a biológiai életkorról. És ez az a korosztály, ahol a kislányok esetében az úgynevezett csúcsnövekedési időszakról beszélünk. Tehát itt van a lányoknál a növekedési ugrás, mert hogy a lányoknál az első menstruáció előtti 6-12 hónapot számítjuk ennek. A kisfiúknál minden későbbre tevődik át, hogy ott az első magomlés utáni 6-12 hónap a csúcsnövekedésnek az időszaka. Tehát önálluk inkább az a serülő korosztályra jellemző, és ilyenkor van az, hogy még van különbség ugye a kislányok és a kisfiúk között, amit a Marcella néznek, nem nagyon szeretnek már ebben a korosztályban, de hát meg kell küzdeni nyilván ezzel. Hogy mi is történik a gyerekekkel, ugye azt mondtam, hogy az első növekedési ugráskor a felső végtagok nagyon nagyon hosszúak, és ugyanúgy az alsó végtagok is, tehát itt megfordul, és itt lesz az, hogy hatalmasan növekednek az alsó végtagnak a hosszú csöves csontjai, akár 60 cm-es növekedést is mutathatnak ezek. A felső végtag is növekedik, de az már csak egy 3-5 cm. Magyarul itt kezd el kiegyenlítődni valójában a gyereknek a test aránya. Azonban ezt a szintű növekedési ugrást általában a passzív mozgásszervek, azaz az ízületben lévő ízületi kötőszövetes elemek, az ízületi szalagok nem tudják oly mértékben lekövetni, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy kiemelten foglalkozzatok ebben a korosztályban a nyújtással, mert hogyha ezek a kötőszövetes részek nem tudják követni a növekedést, akkor a sérülésnek a hajlama a sajnos jelentősen megnövekszik. Odaírtam nektek zárójelben, hogy a kötőszövetes részek azok körülbelül fél-egy-egy lemaradásban vannak a csontozatnak a növekedési sebességéhez képest. Itt láthatjátok a kislányoknak valójában az élési görbéjét. Ugye azt mondtam nektek, hogy az U11 környékén kezdődik el ez az úgynevezett gyors növekedési fázis, és valójában most a 12 éves kor körül kerülnek be ebbe a növekedési csúcsba, és a mai magyar átlag az a 12,9 év, amikor a kislányok menstruálnak, ehhez képest szokták aztán mondani, hogy előrébb tartó, vagy esetleg retardált a biológiai fejlettség szempontjából. A menstruáció után már ez a növekedésnek a lassuló fázisába fognak bekerülni, tehát ott már csak néhány centiméter növekedés mutatkozik náluk, és az utolsó szakaszban, amikor már teljes lassulás van, akkor általában már csak a gerinc csigolyák
nyúlnak meg, ott már a végtagok, tehát a felső és alsó végtagok hossza az nem fog változni, és eléri a gyerek a végleges testméretét. Ugye a nemi hormonok aktivizálódnak ebben az időszakban, tehát lányoknál ugye az ösztrogén, fiúknál ugye a tesztoszteron dolgozik a szervezetben, és valójában kialakulnak a másodlagos nemi jellegek, megint csak ez az, ami alapján nagyjából az edzőmmel tudja mondani, hogy az a kislány, az hol áll valójában a testi érettségében. Azt tudnotok kell, hogy 12 éves korra az idegrendszer, az agy, az eléri a végleges fejlettségét, tehát pont olyan egy 12 évesnek az agya, mint egy felnőtté struktúráltságában, barázdálatságában. Ebben a korszakban jelentkezik ugye a mit és a miért, tehát itt már a gyereknek azért több információt kell adni arról, hogy azt a gyakorlatot miért csinálja, és egyáltalán mit is hajt ő végre, és rettentő nyitottak és motiváltak ebben a korosztályban a gyerekek, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező időszak az oktatásra. Itt visszatérek megint ehhez az ábrához, ugye a különböző szakaszokra, a hosszú távú sportoló fejlesztésben, és itt lesz az, amikor átérjük az edzeni a megedződésért szakaszba, tehát ez már egy következő lépcsőfoka az ő fejlődésének. Ha a képzési arányt nézzük 12-ben, akkor törekednünk kell arra, hogy nagyrészt a képzés a foglalkoztatásban 70%-ban edzés legyen, és a versenyeztetés az a 30% körül legyen. Versenyeztetésben nem csak a hivatalos mérkőzések tartoznak bele, hanem a felkészülési mérkőzések, edzőmérkőzések, barátságos találkozók is egyértelműen. Hogyha mi az, amivel meg kell tölteni az edzéseket, azt mondtam, hogy az U11-ben a döntő hányad lesz az egyen, addig az U12-ben már én azt gondolom, hogy térlátásban fogja látni valószínűleg a mellette lévő társát is, és azt a társat meg kell tanulni megjátszani, tehát ide kerülne be valójában az ad és a fuss játéknak a felépítése, amelyből majd szeretnénk mi is majd mutatni nektek. Tehát a két ember kapcsolatát tudnánk ehhez a korosztályhoz leginkább hozzákötni. Három opciót fogok föltenni, ugye mindannyian ismeritek az első opcióban felrajzolt ábrákat, tehát történik ugye egy elszakadás, az elszakadás után egy azonnali befutást hajtanak végre középről, és amiben megváltozik, és mi szeretnénk egy új rendszert építeni, az az, hogy nem futtatnánk ki a játékosunkat rögtön ugye a sarkoknak a területére, hanem mi szeretnénk felhasználni két új területet 12-ben, ez pedig az alapnál és a büntető festéknek a kis kicakja, és ezzel szeretnénk mi teret nyerni, és ezt szeretnénk nektek bemutatni, hogy ezzel milyen lehetőségek nyílnak meg egy 12-es korosztálynak a játékában. Természetesen, ha nem tud egyegyezni, és nincs belőle helyezkedés, akkor ugye föl kell tölteni a kettes opcióban látható középső területet, ezt is be fogjuk mutatni az edzésen, hogy a különböző védekezésekkel szemben ez hogy kell, hogy megtörténjen, és a mai edzésnek a tananyaga pedig az lesz, ahol általában én is néztem sok gyerekkorosztályú meccset, illetve válogatóban is sikerült edzést és ilyen korú gyerekekkel összetalálkozni, és általában ahol megakad a játék, az az, hogyha nem sikerül az elszakadás vagy a mögéfutás, akkor megállott a játék, és mi ezért azt fogjuk most maga mutatni, hogyha nem történik meg ez az átadás, egy kis piros X-tel akartam jelölni ezt nektek, akkor egy nyomásfeloldást fogunk végrehajtani 45 fokba, és valójában a további játékot fogjuk biztosítani ezzel a gyerekek számára, és hogy ez miért fontos? Ez azért nagyon fontos, mert ebben a korosztályban el kell kezdeni tanítani a döntéseket, és ezekből a döntésekből a gyerekeknek úgynevezett tapasztalatokat, tanult válaszokat kell elraktároznia, mert ezekből a tanult válaszokból fogja kialakítani az úgynevezett készletét, a mintáit, amit aztán később elő fog hívni a következő szituációban. És hogyha ezt összerakom, akkor valójában eljutok a játék intelligenciának a fogalmához, tehát valójában felismertetem a jeleket a pályán.
továbbra is figyelembe kell venni a gyerekek közötti különbségeket, amelyek a testi érettségből adódnak. Nagyon fontos, hogy a hirtelen növekedés miatt koncentráljunk oda általában, hogy ezeknek a gyerekeknek ugye a slatter rossz ugye szokott lenni, ugye térpanaszokkal jelentkeznek, illetve a gerincfertőzés a másik jellegzetes probléma. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan meg kell nézni a testüket, szűrővizsgálatokat kell tartani, és korrekciós tornával ezeket a korrekciós hibákat javítani kell. A képességfejlesztés szempontjából én két dolgot szeretnék nektek kiemelni a felsoroltak közül. Az egyik az, hogy ez az utolsó időpont arra, hogy az zárott kapacitást tudjuk növelni a kislányoknál. Kisfiúknál még egy év benne van, viszont ha ebben nem tudnak a gyerekek előrelépni, akkor utána később már az edzők nem tudják ráépíteni az anaerob kapacitást. És a másik nagyon fontos, hogy a gyorsaság területén, mivel megnövekszik már az erejük, lesz egy jó elérő erejük, ezért lehet növelni a lépéshoz neki. Tehát ugye eddig 12 éves korig a lépés frekvenciáját növeltük, most a lépés hosszát, tehát valójában ez a második szenzitív időszaka a gyorsaság fejlesztésnek. Itt az edzés terveinket lehet látni, hogy épülnek föl ezen korosztályban az edzés terhelések, és itt most annyit szeretnék mondani, hogy megértsétek ezeket a piros, a zöld, meg a sárga színek az edzésnek a terhelését jelentik, és a kislányok fölvettétek ugye a katapult mellé. És a másik kijelzőn az edzés alatt folyamatosan fogjuk mutatni nektek az edzés adatokat, és ezen edzés adatokból az edzés végén egy picit megpróbálunk nektek elmagyarázni, hogy ezek a terhelési szintek, ezek mit jelentenek. Ugyanúgy struktúráltnak kell lenni az edzésnek, tehát jól felépítettnek, és mindig adott célkitűzéshez felépített edzésre van szükség, és valójában ez az a kor, amelynek a végén elérkezik a játékos oda, hogy ő egy részvétel irányzatot fog választani, tehát hobbikosság labdázó marad, vagy választ magának egy másik sportágat, vagy vállalja azt a plusz munkát, amely ugye a kiválóság irányzat felé, tehát az élsportolóvá válásnak az útjára tud lépni. Úgyhogy gyorsan összefoglalva én ezeket szerettem volna korosztállyal kapcsolatban elmondani, és a mai edzésnek, az U12-es edzésnek akkor a tartalma valójában a döntéseknek az edzése, amelyet megpróbáltuk nektek egy kicsit idézőjelben modernizálni, és a mai fiataloknak is vonzó edzésgyakorlatokkal megtölteni, úgyhogy szeretném akkor át